Kenyérgyárat kéne ti mellétek. Jó, elfogyott. Addig, amíg az ember nem kerül ilyen közvetlen bizalmas kapcsolatba vele, nem is gondolnánk, hogy mennyire intelligens állatról van szó. És hát a felületes szemlélőnek lehet, hogy minden gimszarvas ugyanolyan, pedig nem. Nem csak küllemében, hanem személyiségében is teljesen eltérő egyedekről van szó. Mi az évek alatt nagyon sok gimszarvas neveltünk cumis üveggel, és látjuk azt, hogy vannak közöttük olyanok, amelyek borzasztóan ragaszkodnak a pótmamájukhoz, az emberhez, és vannak olyanok, amelyek jóval nagyobb távolságot tartanak, sokkal inkább betartják azokat a szarvasoknál szokásos szabályokat, amit mi emberek csak próbálunk megérteni. Ezek ugye cumis üveggel nevelt egyedek, ugye a szarvas féléknél a jellemző ez, hogy a picinyeiket elfektetik ilyenkor, hogyha erdőt járó emberek hazaviszik az állatokat, akkor ennek az az eredménye, hogy ilyen helyen kötnek ki végül, mint ez a vadaspark. Az állatok életfeltételeihez közel álló területet kell biztosítani, legelő területet, fás árnyékos helyet, és hát ott nagyon jól érzik magukat, szaporodnak ugyanúgy, ahogy a szabad természetben élő társaik. Nagyon jó a memóriájuk, tehát ők megismerik a gondozójukat, tudják, hogy ki az, akiben megbízhatnak. Nagyon érdekli őket minden, ami új. Lehet ez éppen egy kameraállvány, vagy bejön egy gép ide az állatok közé, akkor körbeállják, és arra kell figyelni, lehetőleg ne bontsanak le róla mozdítható alkatrészt, de kíváncsiak, és mindent meg akarnak ismerni egy kicsit jobban.